Ebben a videóban meg fogjuk nézni Csillagok háborúja az utolsó Jedik című filmnek egy részét, illetve egy aspektusát, inkább így fogalmaznék. Nehéz lenne az egész filmet megbeszélni egy videóban. Meglátjuk, hogy mennyire van szükség ehhez, vagy egyáltalán érdemes ehhez folytatni. De úgy gondoltam, hogy egy dolgot mindenképpen bemutatok, az pedig Luke Skywalker, és az, hogy hogyan is alakul az ő sorsa ebben a filmben. Azt gondolom, mondanom sem kell, hogy aki nem látta a filmet és érdekli, az lehet, hogy jobb, ha először megnézi a filmet, mert ebben gyakorlatilag minden ki fog derülni ebben a rövid videóban. Luke Skywalker vita nélkül a főhőse az eredeti trilógiának, ami ugye az Új Remény, a Birodalom Visszavág, illetve a Jedi Visszatér című filmek. Az eredeti trilógia róla szól, erről a fiúról, aki a galaxis egyik porfészkéből származik, aki gyakorlatilag egy senki, és hosszas fejlődés után és harcok árán eljut odáig, hogy megmentse azt és mindenkit benne a birodalomtól. Ahogyan az úgynevezett Csillagok háborúja fejezetben Luke a távolba tekint és nézi a napokat az égbolton lenyugodni, valahogy úgy érezhetjük, hogy ő sejti azt, hogy nagyobb feladata van, mint a világ végén droid alkatrészeket keresgetni, és aztán azt elcserélgetni. És ez valóban így is van, kiderül a trilógiába. Az eredeti trilógia egy nagyszerű filmsorozat, aminek remek története és üzenete van, annak ellenére, hogy természetesen a propagandától nem mentesül. Az egyik eleme ennek a történetnek az, hogy Luke Skywalker karaktere úgy van kialakítva, hogy a kezdetektől fogva a legtöbb ember képes azonosulni az ő harcával. Hiszen a legtöbb embernek erről szól az élete, a semmiből elküzdeni a magát valamibe, és valamivé válni annak a harcnak a végén. Aki nem látta a filmeket, szerintem mindenképpen nézze meg, mielőtt végignézi ezt a videót, és próbálja meg azzal a szemléletten nézni, amit már ért a világról, mind a propagandáról, a manipulációról, és mindarról, ami a háttérben zajlik. Ennek ellenére, hogyha valaki meg akarja látni a filmben a nagyszerűséget, akkor meg fogja találni azt több karakterben egyébként, nem csak Luke Skywalkerben. Luke már a Csillagok háborújában elkezdi a fejlődését Obi-Wan Kenobi segítségével. Ez az, amikor megismerkedik az erővel, arról, amiről világ életében hallott, mint ahogy a legtöbb ember ugye ismeri az erőt ebben a galaxisban. Legendának tartotta, és valamiféle olyan megfoghatatlan dolognak, ami számára mindig is elérhetetlen lesz, és a mitológia körébe fog tartozni. Mikor azonban megismerkedik Obi-Wan Kenobival, ez az erő, ami eddig elérhetetlennek és távolinak tűnt számára, egyszerre test közelbe kerül és kézzel fogható lesz szinte. Arról nem beszélve, hogy Obi-Wan Kenobi maga is egy legenda volt ezen a környéken, és Luke sokat hallott már róla. Úgyhogy a személyes találkozás egy hatalmas lökés volt Luke Skywalkernek az erő irányába, és abba az irányba, hogy megpróbálja megismerni az erőt, és esetleg közelebbről is kapcsolatba kerülni vele. Luke ezek után szép lassan megismerkedik az erővel, és kezdetekben az alapvető képességeket próbálja meg elsajátítani, és úgy általánosságában megismerni azt, amire az erő képes, és amire az erő használható. Így visszagondolva a filmre nagyszerűen fel van építve az egész fejlődése Skywalkernek, ugyanis a Csillagok háborújában, ugye az első részben, az eredeti trilógiából még egyértelműen egy kezdő, aki csak ismerkedik ezzel a jelenséggel és a saját képességeivel. Abban valószínűleg mindenki egyet fog érteni, hogy Luke kiképzése és az útja az erő megismeréséhez, illetve a saját kiteljesedéséhez igazából akkor kezdődik, amikor
elutazik a távoli Dagoba rendszerbe, és megismerkedik Jodával, aki egy remeteként élő Jedi mester, és ő lesz az, aki igazából beavatja Luke Skywalkert abba, hogy mire is képes az erő, és mi az, amire használható. Hogy hogyan használható, illetve ez az a pont, amikor igazán szembe találjon magát az erő másik oldalával, úgymond másik oldalával, amit ők az erő sötét oldalának hívnak. Yoda Darth Vader mellett egyértelműen a másik kulcsfigurája ennek az egész sorozatnak, illetve magának a történetnek tulajdonképpen. Yoda az, aki ellensúlyozza a sötét oldalt. Ő az, akiben tulajdonképpen bízhat mindenki. Ő az, akitől kiindul az erő pozitív oldalának a tudása. Ha Yoda nem lenne, akkor Luke Skywalker soha nem juthatott volna el arra a szintre, hogy a végén legyőzze nem csak Darth Vadert, hanem elpusztítsa az uralkodót és megmentse az egész galaxist. Birodalom visszavág, illetve természetesen a Jedi visszatér nagyszerűen bemutatja a két karakter, Yoda és Luke Skywalker között kialakuló viszonyt, ahogyan a mester a tanítványból szépen lassan idővel egy újabb mestert kreál. Azt a mestert, aki ezek után képes lesz majd felvenni a harcot a sötét oldala úgy, hogy akár győzhet is. Luke Skywalker mindemellett nagyon erősen kötődik az ő barátaihoz, a lázadók csapatához, olyannyira, hogy hajlandó félbehagyni a kiképzését Jodával, és az ő megmentésükre sietni, még akkor is, ha ez a küldetése teljes kudarccal végződik, amit persze ő nem tudhatott előre. Az én véleményem szerint a trilógia legnagyszerűbb jelenete Birodalom visszavágnak a végén található, amikor Luke Skywalker nemcsak hogy szembe találja magát Darth Vaderrel, hanem kiderül, hogy Darth Vader az apja, és aztán végül vereséget szenved ebben a csatában. Luke Skywalker mindvégig egy pozitív karakter marad a történet során, és nagyszerűen fejlődik a három film során, és eljut egy hétköznapi gyerektől addig a Jedi mesterig, aki le tudja győzni Darth Vadert, és meg tudja menteni az egész galaxist a birodalomtól. Ez az eredeti trilógia üzenete, az, ahogyan az ember a hite és a kemény munka árán képes a lehetetlent legyőzni, megváltozni és kihozni magából a maximumot. A veresége után Luke visszatér Jodához és folytatja a kiképzést, ezúttal azonban új lelkesedéssel és erővel vág neki ennek az egész küldetésnek és ennek az egész feladatnak, hiszen ezúttal az a hite vezérli, hogy ő képes lesz majd Darth Vadert az erő sötét oldaláról visszacsábítani az erő jó oldalára. A Jedi visszatér tökéletesen fejezi be azt a történetet, amely Csillagok háborújában elkezdődött, amikor is Luke Skywalker elindult ezen az úton. Tulajdonképpen a felnőtté válás útja az, amit bemutat számunkra Luke karakterének története. A fiúból a végére férfi lesz. Olyannyira kiteljesedik a történet, hogy Yoda meghal ennek a küldetésnek, illetve Luke Skywalker kiképzésének a végén, nagyszerűen szimbolizálván azt, ahogyan tovább adja a stafétabotot a legújabb Jedi mesternek a galaxisban. Amikor Luke elhagyja a Dagoba rendszert végleg, készen áll arra a feladatra, amire ki volt jelölve a kezdetektől fogva, az pedig az, hogy szembenézzen Darth Vaderrel, a saját apjával, illetve az uralkodóval. A hite és a remény mindvégig megmaradt benne, arra nézve, hogy ő képes lesz nem csak hogy legyőzni az uralkodót, hanem visszacsábítani az apját a sötét oldalról a jó oldalra. Annak a fiúnak, annak a fiatal Luke Skywalkernek, aki a Csillagok háborúja elején a lemenő napot nézte, és nagy dolgokról reménykedett, ekkora már nyoma sincs. Luke Skywalker ekkora teljes Jedi mesterré vált, felnőtt férfi, aki pontosan tudta, hogy mit akar, és biztos volt abban, hogy ez elérhető.
Ez a csata egy méltó és szenzációs párharccal fejeződik be, ami a Csillagok háborúja sorozat leglátványosabb jelenete egyértelműen szerintem, beleértve az összes részt. Minden kiképzése és rátermettsége, tehetsége ellenére Luke mégis majdnem elveszíti ezt a csatát, ugyanis az érzelmei felülkerekednek rajta, és Darth Vader túljár az eszén, még ha nem is harcban, de a pszichológiai hadviselés segítségével mindenképp. Mindezek ellenére Luke Skywalker legyőzi Darth Vadert a harcban, az uralkodón azonban nem tud felülkerekedni, és ez az a pillanat, amikor a reménye beteljesül, Darth Vader valóban legyőzi azt a csatát, ami mindvégig dúl benne, és megöli az uralkodót, megmentvén ezzel a fiát, feláldozván saját magát érte. Annyit még így egy mellékvágányon elárulok mindenkinek, aki meg szeretné nézni ezt a filmet, hogy próbálja meg azon a szemüvegen keresztül nézni, hogy az uralkodó reprezentálja a teremtőt, Jahuát az írásokból, Darth Vader az ő szava, Jahusák másiák és Luke Skywalker Hashatán. Tudom, hogy ezt nehéz elhinni annak ellenére, amiken végigvezettem itt mindenkit az elmúlt néhány percben, de a helyzet ez. Mivel a világot irányító elit Hashatánt szolgálja és a sötét oldalt, ezért el kell fogadnunk azt, hogy minden, amit ők csinálnak, valahogy valamilyen formában így van kifacsarva, kicsavarva és fejreállítva. Hashatán elképzelése az, azt szeretné bemutatni, hogy ő képes lesz majd Yahuwa szavát, ami Yahusha másiák úgy manipulálni, hogy az a teremtő ellen forduljon, és együtt legyőzzék azt, aminek a végén ő lesz az, aki kikerül úgy, mint győztes. Ettől függetlenül ez egy nagyszerű film, és ahogy elmondtam, rengeteg tanúsággal szolgál számunkra. Végül Luke megbékél az apjával, tisztázzák a dolgot, természetesen az apja meghal, és Luke lesz az a hős, aki a semmiből megmentette az egész galaxist. Luke Skywalker, az ő története, a karakterének fejlődése és mindazok a harcok, azok a kudarcok, amiken keresztül ment, lehetővé tették a közönség számára, több generációnyi ember számára, hogy azonosuljanak ezzel a hőssel, és példaképüknek tekintsék. Én nem azt mondom, hogy számomra az volt, én azt mondom, hogy a világon nagyon sok ember így tekint Luke Skywalkerre, illetve erre a karakterre. És azt kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben megértem, hiszen amíg tudatlanul jár kell az ember a világban, addig nagyon egyszerű ezt elhinni és ezzel azonosulni. És ezzel el is érkeztünk az utolsó Jedik című filmhez. Azért volt szükség erre a hosszabb bevezetőre, mert szerettem volna, hogyha mindenki érti azt, hogy Luke Skywalker egy teljesen más karakter volt, mint amilyennek megismerhettük az utolsó Jedik című filmben. Azt hozzátenném még egyszer, hogy én nem vagyok a rajongója ennek a filmnek, vagy más filmeknek sem. Pontosan tudom, hogy ez része a propagandának és az agymosásnak. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ha a megfelelő szemüvegen keresztül nézzük, és a megfelelő elmével állunk hozzá, akkor rengeteget tanulhatunk, arról különösen, hogy mi az az irány, amerre a világ tart, és mi is a világot uraló elitnek a célja. Az utolsó Jedik című filmben Luke Skywalker teljesen megváltozott, 180 fokos fordulatot vett, és egy egész más karaktert ismerhetünk meg, mint amit az eredeti trilógia bemutatott számunkra. Az utolsó Jedik című filmben Luke Skywalker gyakorlatilag visszakerült ugyanoda, ahonnan indult. Nem szó szerint, hanem átvitt értelemben inkább. Azzal a különbséggel, hogy abból a reményteli fiatal fiúból, ami volt Luke Skywalker, egy öreg remete lett, aki minden reményét elvesztette, aki megszakította a kapcsolatot mindenkivel, akinek az élete egy kudarc lett azután, hogy megmentette a galaxist. Olyannyira, hogy ez a kudarc hozzájárult ahhoz, hogy Kylo Ren, aki ezúttal a galaxist irányítja Snoke segítségével, az ő hibájából tért át tulajdonképpen a sötét oldalra, és pusztította el a Jedi tanítványokat, akik Luke felügyelete alá tartoztak. Itt szeretném elmondani egyébként a propaganda üzenetét ennek az egésznek.
Ezen a szigeten valami nagy rozmárszerű lényeknek az emlőjéből kinyert zöld tejet iszik Luke Skywalker, senkivel nem hajlandó szóba állni, nem érdekli semmi, ami korábban az egész életét jelentette. Mi haszna tevékenységekkel tölti az egész életét, és azon bánkódik, hogy mik azok a dolgok, amiket elszúrt, illetve gyakorlatilag a halált várja. A csúcspontja ennek az egész káváriának, ami az utolsó Jedi Luke szempontjából az, amikor a nagy nehezen megszerzett fénykardját eljuttatják hozzá, és ő egész egyszerűen csak a háta mögé dobja, elfordul tőle, és azt mondja, hogy ő végzett ezzel az egésszel. Elárulván azt a több millió rajongót, aki példaképnek tekintette őt generációkon át. És ezzel elérkeztünk ennek a videónak a mondani valójához. A film sokkal több, mint amit a legtöbb ember megért belőle. Ez egy iskola példája ennek. Ez a fejleménye Luke Skywalker történetének még számomra is rosszul esett úgy, hogy engem igazából nem érdekel ez az egész, én tisztában vagyok mindazzal, ami történik. Akkor milyen lehetett azoknak az embereknek, akik ezt komolyan veszik, akik úgy élik az életüket, azoknak a generációknak, akik számára ez sokat jelentett? Teljes joggal sokat jelentett, ugyanis Luke történet egy nagyszerű történet. Ő egy szerethető karakter, akihez az ember képes viszonyulni úgy, mint valójában egy hőshöz. Azáltal, hogy lerombolták Luke Skywalkert olyannyira, hogy gyakorlatilag egy nyomorult, szánalmas, megkeseredett senkiházi lett a végére. Ezáltal, akik vele azonosultak, ugyanezt a sorsot szenvedték el, átvitt értelembe. Ez megfigyelhető számos más fiktív karakterrel, de egyébként a zene világában ugyanúgy megfigyelhető. A divatban, a sportban és számos más helyen. A régi hősök kudarcot vallanak ma azért, hogy az a generáció, aki őket szerette, aki őket példaképként tisztelte, az a generáció velük együtt hullik majd a porba. És tudom, hogy úgy tűnik, hogy ezek jelentéktelen dolgok, de képzelje el mindenki saját magában azt, hogy ez történik Luke Skywalkerrel, ez történt a szellemírtókkal, ugyanez történt ebben a sorozatban Han Solo-val, ha valaki látta a Justice League-et, akkor Batman, de akár Superman is hasonló karakter lett. De eszébe juthat mindenkinek az a rengeteg botrány, ami történik a hírességek körül. A lényeg az, hogy azok az emberek, akik velük azonosulnak, akik őket tisztelik, azok az emberek velük együtt fejlődnek és velük együtt haladnak. Ahova a hős megy, oda megy az, aki őrá példaképként tekint. És bár Luke egy utolsó csatában még megmenti a napot és a lázadókat, azonban mégis az embernek keserű szájíze marad ezután, hiszen ez nem is volt egy igazi csata, tulajdonképpen ő meditált és csak oda vetítette magát, mintha ott lenne. És végül ő maga egyé vált az erővel. Ezt szerettem volna elmondani, ugyanis ez volt az egyik üzenete az utolsó Jediknek és Luke Skywalker történetének. Az új világrend kezdete, Rey, az új Jedi, és a régi világrend bukása. A nő felemelkedése és a férfi bukása. Egy újabb nagyszerű példa arra, hogy akik uralják és irányítják ezt a világot, mindent el fognak törölni, ami az embereket a régi világra emlékezteti, és abból egy új világrend fog felemelkedni még akkor is, ha csak egy rövid időre. Az Illuminati mérőn Luke Skywalker és az utolsó Jedik egyértelműen 100%-ot kap. Ez a film nem más, mint egy propaganda üzenet, és része annak a programozásnak, ami a társadalmat éri minden oldalról napjainkban. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, hallelujah és shalom! Thank you.